big booty bitches. Sziasztok, itt Clashy Jomac, köszöntök mindenkit egy újabb videóban, és újra lootoljunk Silverben. Elég rég volt már ilyen videó, ez mégpedig annak köszönhető, hogy nem nagyon volt elég replay, és a replayeknek a 95%-a most is a Quantum United nevű klánból van. De nem baj, összegyűlt elég replay, vágjunk is bele. Nos, itt lenne az első replay, mégpedig Tiny the Tiger-től. Aki egy Giant Hogrider-es támadást fog bemutatni nekünk, vagy illetve azt fog lenyomni. És azt kell elmondani erről a támadásról így előjáróban, hogy 100% lett volna, ha nem enteli le előbb. De ugye neki nem kell a kupa, nem szeretne följebb menni kupákban, úgyhogy leendelte, mielőtt meg lett volna 3 csillag. Szóval Giantek mennek. Aztán végül a Hogriderek is a hősök mögött, és hát ugye a hősök 40-esek, és neki már csak... Jaj, szóval neki már csak a falait kell kimaxolnia, úgyhogy ehhez gyűlt elixirt és goldot, a Dark az már nem nagyon érdekli, hát szeretnék én is itt tartani, szóval tényleg. És a hősök beértek szépen középre, a Hogriderek meg még mindig életben vannak, ugye lelakottod egy heal spellt, úgyhogy lerombolják a maradék defense épületeket, nem az összeset, de azért viszonylag sokat. Mint láthatjátok, nem is olyan erős ez a bázis, és TH9-ről beszélünk, aki egy Town Hall 10-es támad, aki teljesen maxos, kivéve a falakat. És itt láthatjátok, hogy jó pár Hogrider még életben maradt, és maradt egy Canon, meg egy Archer Tower, meg az a Tesla. És ugye a két hőse, akinek még majdnem fullon van az összes élete, tehát ő mind majdnem megvan, és simán meg lett volna ugye a 3 csillag, ha nem menteli le az egészet itt. Ugyanis a Barking ráment a Town Hall-ra, és nem akarta a Town Hall-t megszerezni. Szóval a másik támadás Tigal Biddy-től, aki TH10, és nézzétek mennyit tud lopni egy TH8-tól. Ugye nem minden lootja a kollektorokban van, de hát egy ilyen giantes, archeres sereggel farmolgat, és van már a pár darab goblin is, ugye hát elképzeltitek, hogy mi lesz ennek a támadásnak a vége, TH10 versus TH8, azért elhasznált egy heal spellt, és hát ugye nála is befigyelnek azok a 40-es fősök, hát a klánban elég sok mindenkinek van. És most jönnek azok a goblinok, akik ugye a storage-okra mennek középre. És hát még egy heal spell mondjuk, nem teljesen értem, tehát hogy azért anélkül is meg lehet volna, viszont láthatjátok, hogy nem nagyon akarta felhasználni a hőseit, úgyhogy ezzel spórolt inkább, mint a spellekkel. Ugyanis a hősök vissza regenerálódása, szóval amíg újra illetnek, az sok idő. Úgyhogy ezt nem is használta el, és ugye a Town Hall szépen a sarokban van, úgyhogy ezt mindenki béké hagyja. És elég szépen azért meglett az a sok loot, és tényleg ritka ilyet találni, hogy TH10 ennyit tud rabolni egy TH8-tól. Nos, egy bődületes jó támadás szintén, nagyon-nagyon-nagyon sok loot van nála. Viszont ez csak egy barcs támadás, de azért azok a nagyon erős hősök befigyelnek. És ugye 4 darab raid spellje is van, plusz pár minionja. Ugye bammal támad az a barbár archer minion. Úgyhogy szépen a hősök haladnak továbbra, és használ minél több raid spellt, hogy az összes-összes pénze meglegyen. Ugyanis neki szüksége van az összes-összes lootra. Amit elárulok, hogy meg is lesz. Tehát, hogy azok a hősökot nagyon szépen behozzák, meg azok a raid spellek is. Ugye nagyon-nagyon fontosak, hogy a raid spellek alatt menjenek a katonák, ugyanis sokkal többet sebeznek, és ráadásul még hát ugye gyorsabbak is. És lassan megvan az összes loot, konkrétan már csak az az egy elixir pumpa van ott lent, de az archerek meg is szerezték volna a 3 csillagot a hősökkel együtt, de hát ugye itt van még ez a két defense épület, és ugye nem kell neki a kupa, de meglett a loot, nézzétek meg. Nos, ez egy rövid replay-ke lesz, ugyanis Pork talált egy srácot, aki kirakta a támolját minden 4 gold storage-ával együtt, úgyhogy az Archer könnyét és pár darab Archer-t felhasználja,
va, lopott 200 pár ezer goldot ettől a sráccal, hát nem volt sok értelme Da Vinci, de Pork nagyon örült neki. Szóval a következő támadás szintén Ithántól 450 ezer gold, majdnem, szintén egy Town Hall 9-estől, és látjátok a seregét? Hát igen, ez elég szépen egy Clan War sereg, hogy mit nem mondjak, de hát akinek ilyen erős hősei vannak, mondjuk, aki nincs rá szüksége annyira a Dark-ra, de mondjuk te szüksége van, mert ugyanis nem maxosak a hősei. Úgyhogy valószínűleg Clan War-ból vagy megmaradt a sereg, vagy elfelejtett vele támadni, vagy csak egyszerűen véletlenül Clan War sereget csinált, de még egy hitspát is elhasznált. Szegény Yogulna, vagy ma vagy tök Yogun. Hát igen, szegény elég szépen lerombolták, azért akkor 5-ös gólemek egy ilyen rásolt bázis ellen. Hát igen, és hát az elég furcsa módon nem nagyon érdekelte. És azt is láthatjátok, hogy nem használta fel az összes seregét, tehát hogy a nagyját meghagyta, tehát, és az elixír nem érdekelte, azt szépen ott hagyta amúgy mellesleg, láthatjátok, ott hagyott 160 ezer elixírt. Nos, utolsó előtti támadás, azt hiszem, nem utolsó előtti, Pocket MC Jammy, vagy hogyan hívják, egy Hogrider-es plusz barcsos támadás. Hát 40-es fősök, úgyhogy csinál pár Hogrider-t a farmaláshoz, miért is ne. És elég szépen körberakta a barcs seregét, ami ugye arra vagy a külső sztorcsokat leszedjék, hát ezt elég külső mine-okat, bocsánat, elpusztítsák, hát ez sikerült is, plusz még azért ott mennek befelé ezek a hősök, már csak pár ezer gold maradt hátra a sztorcsokban, viszont az elixírből még maradt egy kevéske, és ugye ott a Queen ott fölül harcol, és nézzük csak, egy darab elixír storage van már csak hátra, Barkin közben bement középre, kinyírta a Queen-t, leszette a Teslákat, az X-bobokat, mindenki üdlőtte, de nem érdekelte, mert rohadt csak életem van, mert 40-es Barkin, hát gyerekek. És még az a jumpspam mindig ott van, ugye egy percig jó, és sikerült ellopni majdnem az összes lootot. Hát gratulálok, és egy elég szép támadás zártál le. Jó, még egy Tigabidis támadás, szintén ez a Giant Archer Goblin, és szintén egy Town Hall 9-estől, akinek megint sok-sok pénze van, úgyhogy ezt fogja szépen megtámadni, és ez az utolsó előtti támadás most már tényleg, és az utolsó támadás kicsit-kicsit különleges lesz, ugyanis ezt egy srác bejött a klánomba, és hagyta, hogy felvegyem, illetve pont azért jött be, hogy felvegyem azt a replayt. Úgyhogy csináljátok nyugodtan ezt is, vagy küldötök videót, vagy ezt csináljátok, hogy bejöttek a klánba, és én felveszem, ha épp föl tudom. Hát ezt most épp föl tudtam, közben a háttérben Tiggol Bidiz az összes lootot elrabolta, és hát nincs is több defense épület. És 95, 97, 98, 99 százalék, és meg lesz a három csillag, és lendelte, és nem kell neki a kupa, mint mondtam. Szóval Krago X támadását láthatjátok, aki egy Town Hall 9-es, és a Hungary Rebels nevű klánban van, és 350 ezes lootját láthatjátok, ami egy kollektoros farm, és ugye, mint említettem már, ez az utolsó replay ebben a videóban, úgyhogy én most már lassan kezdek elköszönni. Szóval, köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem tetszett, és tényleg küldjetek be ti is támadást, úgy gondoljátok, hogy ez beleillik. Jaj, kicsit csuklok, szóval beleillik a sorozatba, akkor küldjetek be nyugodtan, küldjetek a clashyjomatkukac@gmail.com-ra, vagy gyertek a klánomba, beszéljétek meg velem ezt, hogy felvegyem a támadásokat. Szóval tényleg ennyi lettem volna, remélhetőleg holnap találkozunk, és remélem, hogy tetszett, én ennyi lettem volna mára. Sziasztok!